A Jászhegyen Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint egy Bánhalma irányából Fegyvernek felé haladó személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan körülmények között átért a szemközti forgalmi sávba. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy Bánhalma felől Fegyvernek irányába közlekedő személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan körülmények között átért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy tejet szállító kamionnal. A baleset következtében a személyautó vezetője életét vesztette.